Sziasztok srácok! A mai videóban ismét szintetizátorral fogunk foglalkozni. Méghozzá egy Bontempi System 5, egy AT707-es lesz terítéken. Az, hogy System 5, azt nem én mondom, hanem azt ő mondja magáról. Most attól függetlenül, hogy rohadt szarul néz ki, van néhány érdekes feature ennek a kis szintinek. Ez igazából egy ilyen gyerek szinti kategória, meg hát ez a tipikusan Bontempi olasz játék. Mondjuk úgy, hogy magasabb szintű játék, mint egy ilyen tesztfogadóságos szinti, és hát lehet belőle érdekes dolgokat kihozni. De ezt nem én mondom, hanem a zenélésben nálam sokkal jártasabb emberek, úgyhogy felrakok ide mindjárt a kis karikába egy kis videót, egy Heimbach nevű úriembertől, aki egy német elektronikus zenével foglalkozó zenész. Neki van erről a System 5-ről egy videó. Igaz, az már egy átlakított szinti, de nagyon jól be tudja mutatni, hogy mi mindent lehet egy ilyen kis gyerekjátékból kihozni. Úgy, hogyha az ember még a zenéhez úgy nagyjából ért is. De azért az én videómat is nézzetek meg, jó? Szóval mit is látunk itt? Egy valószínűleg a 90-es évekből származó gyerek szintetizátort, ebből volt kis billentyűs, nagy billentyűs, közepes billentyűs, mindenféle fajta, ez az AT707-es kódu, amely a mini billentyűs verzió, és ezen csak 3 oktáv van, ami viszont nagyon tetszik, az a dizájnja. Ez a, eltekintve a tipikusan 90-es évek belül gyerekszint is nagyon-nagyon színes dizájntól, ha nem lenne ennyire színes, még egész komolynak is lehetne venni, egész komolynak hatna. Egy cuki kis kockáról beszélünk, itt jól látszik. Ez egész szögletes, és imádom a szögleteset, ezért nagyon-nagyon tetszik. Egyébként, hogyha ezt itt fogom, és bedugdosom, akkor, ja és nem kell rá kimenet csinálni, mert van rajta, működik, bekapcsolom. System 5! Egyből jelző, ez egy System 5, és innentől lehet használni. Meg hát vannak rajta különböző dobdók. Igen, vannak dolgok, de hogyha átállítom. Szóval sok mindent tud, van egy egyszerű kísérőautomatika benne, ami szintén engem nem nagyon szokott érdekelni. Itt lehet állítani, hogy hogyan szeretnéd újrazni a szintidet, attól függően, hogy ez az első oktávod, mire akarod használni. Itt pedig jelzi nekünk, hogy ez egy digitál szignál processzor. Mielőtt azonban elmerülnék benne, hogy milyen hangzásokat, illetve funkciókat tud ez a kis szinti, előtte én szeretném teljesen átpucolni, mert bár működni működik, jól látszik, hogy elég erősen megvan vandalizálva, maradjunk annyiba, és hát le kéne egy kicsit mosni róla a retket, meg ezt a piros, sajnos valószínűleg festék filcet, el kéne róla távolítani. Amit hát megpróbálok a lehető legjobban megtenni, mert itt is tiszta piros egyébként minden, mert ennek fehérnek kéne lennie mindnek, ami most rólszín. Tiszta mocsok az egész, meg festék, meg itt is jól látjátok talán, hát hogyha odaesik a fény, aha, adni. Tiszta festék az egész, meg hát piszkos, szét kéne szedni, rendbe kéne tenni. Milyen felüdülés, hogy itt egy csatlakozóra volt téve az akutálca, és innen kellett leforrasztani, vagy elvágni, vagy itt szórakozni a hátlappal, hogy valahogy elférjen. Semmiképpen sem egy zsúfolt áramköri lap, meg hát gyártás szempontjából is sokkal-sokkal jobb és olcsóbb, hogyha egy darab lapon van minden, lehetőleg szabályos formájú lap legyen, mondjuk ez a téglalap forma, és ezt könnyű gyártani, könnyű rátenni a szerelősorra. Tehát ez egy ilyen gyártás szempontjából is egy jó megoldás, viszont nézd meg, hogy mit találunk rajta abból a néhány komponensből. Található rajta egy mikrokontroller, ami ugye arra hivatott, hogy az egész rendszert működtesse, tárolja a hangmintákat, és igazából a szíve lelke legyen az egész kis hangszernek, idézőjelben. Van mellette egy 5 voltos feszszabályzó IC. A második IC egy DA konverter, ami a digitális jelet analóg jellé alakítja, nem véletlenül, hogy mellé mentem, az erősítő IC mellett található, amiből ugyebár egyenesen következik, hogy itt lesz egy hangszóró. Úgy bizony, ugyanis nagyon egyszerű a működése, ez előállítja a digitális hangot, az alapján, hogy én itt mit matatok a billentyűzettel, átküldi ide, ahol egy digitálisból analóg jel konverzió fog létrejönni, és ez beleküldi az erősítőbe, ami után ordítja ott, hogy System 5. És így működik a szinti. Mármint ez, éppen. Meg a legtöbb ilyen gyerekjáték szinti. Van, amiben még ennyi sincsen. A lap másik oldalán pedig helyet foglal az a kimenet, illetve a tápegységnek a bemenete. Itt pedig a dióda sor,
a billentyűzethez. Szép. Sok-sok kis dióda. És hogy honnan tudom, hogy melyik IC melyik? Egyszerű. Yeah, és már ott is van. Mint ahogy a legtöbb egyetemista is tudja, Google és Wikipedia a barátunk. De most ássunk mélyebbre, mert hát azért egy erőteljes takarítás elférne. Mert ki kell venni a billentyűket, hogy meg tudjon őket pucolni. Az érzés, mikor összerakod, gyönyörűen működik, de egy szájba kurt kapcsoló elfordult a helyén, és most megint széjjel kezd szedned azért, hogy ezt most visszaforgasd a helyére, ezt így nem lehet hagyni, mert ez kurva szarul néz ki. Paszki! Szóval most ugyanez jön, még egyszer. Ha már úgyis újra benne vagyunk a közepében, benne a lecsó közepén, gondoltam akkor megnézem, ami elmaradt, keresek rajta egy dátumbélyegzőt, de egyik műanyag elemen sem találtam fröccsöntési dátumbélyegzőt. Ami azért quality control aggályokat vet föl, legalábbis én, mint aki ilyen típusú gyártásból jön, azért itt elgondolkozok, hogy milyen típusú minőségbiztosítás volt, de hát olaszok, tehát olaszosan így igazából megérthető a dolog. Viszont nem találtam rajta dátumbélyegzőt. Amiből viszont lehet következtetni, azok a csipek gyártási dátumai. Itt talán látszik az alsó sor 9315, valamint a DA konverteren 9302. Ezek engednek következtetni arra, hogy 93-as gyártású, vagy 93 körüli, vagy 93-94, attól függ, hogy mikor és hogyan használták föl a vásárolt csipeket. Ugye ez nem lehet így exaktul pontosan behatárolni dolgokat. Ezért jó a fröccsöntési dátum bélyegző, mert az viszont viszonylag pontos. És hát ja, mindegy, 93 környéki a szinti. Na, rakjuk össze még egyszer, ami szintén nem lesz fölvéve újra, mert most egyszer már láthatok, nem? Á, már is jobb. Viszont ami rossz érem, most meg ez nem működik. Ennek itt ugye kórus kéne játszani. Ne, rohadjál meg! Ott rohad meg a ritmusod. Nem akarom srácok még egyszer szétszedni, úgy sincs értelmem, mert a ritmust meg a kísérő automatikát én nem használom. És mivel elég gagyi ritmusokkal rendelkezik, ezt meg fogjátok látni, illetve hallani, ezért igazából semmi értelme. Ezzel próbálom magyarázni azt, hogy mennyire lusta vagyok még egyszer szétszedni teljesen, mert ez is ugyebár a PCB fölött van, tehát azt is ki kell szedni belőle, és kivenni minden 42 csavart, ami összetartja ezt a szart. Úgyhogy ja, ennyi. Tehát megcsinálhatnám. De nem. Meg hát annyira nem is szép ez a szinti, tényleg egy kicsit olyan össze van cseszve, nem is lehet ne lepucolni, stb. Kifogás hátán. Szóval, ja, késznek tekintem. És eljött a másnap, hogy folytassuk ezt a szintis kis videót. Ugyanis most kéne valamit alkotnunk vele. Egyrészt, másrészt megmutogatni, hogy mégis milyen hangzásokat tud ez a cuki kis kocka szinti, aranyos kis négyszögletes négyszögjelek, mondjuk ez pont nem négyszögjelekkel operál, pedig milyen jót van ez a poén. Mindeközben és egyébként sikerült végig egy régiséget beszereznem, annyira olcsó volt, hogy nem hagyhattam ott. Ez egy Shiel vagy Shiel LX61-es, azért mondom, hogy Shiel vagy Shiel, mert Società Industrie Elettronica, olasz gyártmányú, 80-as évek valamikori analóg. Hát ez inkább elektromos orgona, mint szintetizátor. Ugye jól látszik, hogy inkább az elektromos orgonákra hajazó hangszínekkel operál, és nagyon hasonlítanak egymásra, tehát ez egy ilyen analóg cucc, ami tök jól működik, csak egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy tisztításra van szükség, és egy új kapcsolóra, de ez ma meg van rendelve, meg is jött már. Szét darab minden esetre, egy analóg gyöngyszem a 70-es évek végéről, 80-as évek elejéről, majd sorra kerül előbb-utóbb, ott a jó régóta pakolgatott bontempi
mellett. Bár azt hiszem a két vállalat egymásnak versenytársa volt, úgyhogy ja, megnézzük mind a kettőt. De most első körben a Kisbon Tempiről van szó, meg ott a Premier, ott a Premier. Na most, aki itt benne van a Premierben és írt, akkor most ez benne van a videóban is. Szevasz, Bigi! Egyébként azt még nem is mutattam, hogy mennyire illedelmes Szinti, ha kikapcsolom. Ciao. Azt mondja, hogy ciao. Elköszön. Közben, ahogy itt próbálkoztam, mert hát igazság szerint mielőtt én nekiállok fölvenni az ilyen zenés részeket, vagy legalábbis zenés, mikor is piszkálom a Szintit, előtte én azért elég sokat, egy órát, kettőt elfoglalkozok vele minimum, még akkor is, hogyha egy ilyen játékszintről van szó, és most rájöttem, hogyan lehet enélkül a kis kerék nélkül, kapcsoló nélkül belépni a single finger módba, tehát amikor csak lenyomsz egy billentyűt, és akkor játszom magának a kis kíséretét. Most nagyon egyszerű, indítsd el a 111-jel a demózenét, vedd le a hangját, mert kurva hangos lesz, és nyúljál bele a start stoppal. Megáll. Így most megállt, viszont így még mindig a kísérő automatika módban marad. Hiába van a full keyboard módon, kísérő automatikát fog játszani. Nyomj berakod a house-t. Tehát működik. Így is, tehát nem kell szétszednem pont emiatt a Szintit. És tartstoppal leállítod, onnantól full keyboard módon megy tovább. Mondjuk, hogyha ezért nem kéne szétszednem, azért szét kéne, hogy ezt a kettőt fölcseréltem. Ja, izé. Itt látszik, hogy piktogram fejjel lefelé van. De mindegy, nem számít. Egy kicsikét a mikrofonba, illetve hát a gépről hallani, mert van egy kis alapzúgása, ezt mindjárt felnagyítom nektek. Szóval nem teljesen tökéletes a cucc. De kezdjük is el. Az első sorban találhatók a különböző funkciók. A 111 az egy demo, a 112 ez a memory play funkció, amit nekem sehogy sem sikerült normálisan előhozni. 114-115 a kórus effekt. A 116 és a 121 a ritmus demo on-off. Ez magára ritmusra vonatkozik, úgyhogy ezt most nem tudom promózni, mert most csak single play-ban, vagy full keyboardba, ha úgy tetszik. Vibrato on-off. Valamint a sustain on-off. A 132-es a drum pads, ugye ez a 4. Ezt tudod váltani. És innen jönnek a különböző hangok. Amit ugye a Sound Bankben találunk meg, 60 darab különböző hangon, nem fogok végigmenni mindegyiken. Bár érdekesek, lehet, hogy a videó végére fogok csinálni egy ilyen összeállítást a különböző hangokból, hangmintákból, amik ebben a Szintiben vannak. Az érdekessége, hogy minden egyes hangmintánál játszik valamit, tehát ilyen megmutatja, hogy mégis mire számíthatsz. Például elektromos zongora. De én inkább csak azokat szeretném bemutatni, amik így nekem jobban tetszettek. Például a 311-es. Mondjuk ez egy picit rasszista volt. A 314-es. Ez egy hárfa, de jó hangja volt és ezért így tetszett. Például a 321-es a Space 1. A
Igen, itt vágnom kell, mert elbasztam kétszer. 326-os a holoped. Az megint egy ilyen nekem tetsző hang. És az 526-os. Ami pedig a Cosmic, ami egy ilyen... Inkább csak ilyen kitöltő hang valami. Meg van néhány effekt, még az 531-es. Érdekes maradjunk annyiba. 532-es. A hit. Jól hallani, hogy mintából dolgozik, tehát ha egy picikét lenyomod, és ilyen játsz a végig rajta. És persze minél magasabb hangon játsza, annál gyorsabb. És ugyanez igaz a speech elnevezési hangra is. Igen, ugyanis a System 5, amit az elején mond, az itt van. Viszont, amit a végén mond, amikor kikapcsolod a szintit, az pedig itt van. Itt van az összes. Ez alá mondjuk pont elférne valami hard techno alap. Egyébként pedig, amit említettem, a ritmusok. A ritmusbank, ami hát gyerekszint is. Elég rendesen gyerekszint is, de egyébként a legtöbb hasonló korú szintinél ez így van. Kivéve, hogyha nem rendes dobgép az illető, de ez nem az. Szintén itt tudunk vele változtatni. El tudjátok képzelni. Folytatjuk is, csak csöndben, mert kiskutyuskám bejött melegedni, és itt alszik most mellettem. Nem baj, egy kicsit betegecske szegény, most voltunk az állatorvosnál, de kapott gyógyszert, úgyhogy ha minden jó megy, kifekszi. Elkapott valamit, biztos valami macskától, olyan hasonlótól. De nem baj, addig legalább fűt neki a kájha. Mind az kutyusom. Csak ha esetleg valaki hiányolt a Margitkát a videókból. Persze a videót nem sikerült megcsinálni tegnap előtt, de csak hogy így megnyitassak mindenkit, Margitka nagyon jó van, igaz Margitka? Már egyébként kinéztem magának a kávémat. De nem baj, Margitka most kicsit el lesz ittben, ügyesen kezd meggyógyulgatni, a szétrágott egy vödröt, úgyhogy kezd visszatérni a rendes formájába. Egy érdekes kis szintivel bővült az eszköztáram, amit nem tudom mire fogok használni, de emellett a videó mellé még javaslom megnézni az infoboxban lévő Heimbach videót, ami itt van. Ő ugyan egy AT606-ossal dolgozik, mert egy AT707-es, de egy érdekes kis videót készített róla, ő egy kicsit jobban ért a zenéhez, mint én nem értek a zenéhez, ez tény. És még rímelt is, bazd meg. Ha, tök jó az a póz, bepozolok magamnak Indescape-nek. Szóval srácok, ha ez a videó tetszett, tudjátok a dolgotokat, ha pedig nem tetszett, akkor le lehet írni kommentbe, hogy miért és hogyan nem tetszett. Milyen pozícióban nem tetszett. Jön még majd hasonló szintis videó, ahogy láttátok, addig is meg majd igyekszek ilyen szintis témában némi videó ajánlást betenni, hogy kit érdemes nézni, vagy mit érdemes nézni, vagy legalábbis én kit és mit nézek. Ugye volt az Espencraft, Heimbach, Simon de McPie eddig, meg majd még egy-kettőt be fogok dobni, akit szerintem, aki hasonló témában persze legalábbis érdeklődik, érdemes néznie. Úgyhogy addig is
A következő szint is videóban találkozunk, van megfelelő mennyiségű alany ismételten, és ez a kis bontempi, ez marad nálam, ez faszatudsz. Ez jó. Aki egy ilyet tud összeszedni magának, és érdeklődik ilyesmi témában, az ne hezitáljon, ezek a System 5 tucok nem is olyan rosszak. Nem szar. Na, sziasztok!